Tehát szeretettel köszöntünk mindenkit, és előadás sorozatunkban ma ismét a Biblia egyik alaptanításával foglalkozunk. Ugye a mostani szakaszban már ezeket vesszük sorra, természetesen csak nagyon rövid összegezésben, hogy melyek a Biblia alaptanításai. Eddig ilyen témákról volt szó, kicsoda az Isten, kicsoda az ember. Ugye láttuk, hogy ezeket a kérdéseket szó szerint így maga a Biblia megfogalmazza. És a mai előadásunknak a címe is egy szó szerinti bibliai idézet, és ez így hangzik. Mi az a jó, amit az emberek fiainak cselekedniük kellene? Ugye egy kicsit pontosított fordításban, ez Prédikátor könyve második fejezete, negyedik versének a második része, és ahogy a kérdés elhangzik, akkor mindjárt halljuk belőle azt, hogy ez csak kellene cselekednünk, tehát valami, van valami jó, amit jó lenne, ha cselekednénk, de ténylegesen nem cselekszi az ember. És megkérdezem, érdekes kérdés ez? Mi az a jó, amit az emberek fiainak cselekedniük kellene? Az emberben felmerül az a kérdés, hogy hát egyáltalán létezik valami olyan abszolút jó, amit ha minden ember folyamatosan cselekedne, akkor sokkal szebben, boldogan, jobban élnénk ezen a bolygón. Minden esetre azt mondhatjuk, hogy az emberiség több ezer éve ezt a jót, amit egyetemesen mindenki elfogadna, hogy ez a jó, se fel nem fedezte, se nem követi, ugye, ha még csak fel se fedezte, akkor nyilván nem is követi. És gondolom, hogy mindegyikünket érdekel, hogy vajon milyen választ ad a Biblia erre a kérdésre, mert nem csak felveti a kérdést, hanem válaszol is rá. Ugye az egy logikai következtetés, hogyha létezik egy ilyen jó, egy ilyen abszolút jó, ami mindenkinek jó, akkor ez csak akkor használna, ha ez ember következetesen, törvényként eszerint él. És a természet világában valóban látjuk azt, hogy vannak törvények, amelyek biztosítják azt, hogy valami jól működik. Ugye láthatjuk ezt ugye az univerzumban, milyen hallatlanul pontosan járják pályájukat az égitestek. Láthatjuk ezt az állatvilágban, a növényvilágban és az emberi testnek a működésében is. És a Biblia szerint ezeket a természeti törvényeket a Teremtő Isten alkotta. Szeretnék egy bibliai igét olvasni, amely erről szól. Ezt olvasom a 148. Zsoltárból. A következőképpen hangzik a 148. Zsoltár 6. verse. Így olvasom. Örök időre állította fel őket, törvény szabott és nem tér el attól. Tehát úgy beszél Istenről, mint aki olyan törvényeket alkotott, amelyek örök időkre szólnak, és azt mondja, törvény szabott, és nem tér el attól. Nem kell őket változtatni, mert tökéletes működést biztosítanak. És milyen logikus következtetés az, hogyha a természet világában látjuk ezeket az Isten által alkotott törvényeket, hogy akkor, ha Isten teremtett embert a maga képére és hasonlatosságára, akkor arra is volt elgondolása, hogy mi lenne az egyes embereknek és az emberi közösségeknek a jó, amit ha következetesen követnek, mi lenne az a törvény, ha e szerint élnének, akkor tényleg boldogan élnének, és fejlődnének, és mindenkinek jó lenne. De valahogy mi emberek nagyon szkeptikusak vagyunk a törvénnyel szemben, és ez különösen jellemző a modern és még inkább az úgynevezett posztmodern korra, mostani kort már nem is tudom, minek kéne nevezni. Igaz, hogy most az emberekben már van egy nosztalgia, most már többet emlegetik a törvényt, meg a rendet, meg a vallást, de különösen az úgynevezett posztmodern korban ez rendkívül éles volt,
hogy a törvény tulajdonképpen az ember szabadságának az ellensége, és főleg az erkölcsi törvény, hogy ami az emberi együttélés szabályozná. Olvastam valahol, hogy egy ilyen fiatalok csoportja a sátánista irányzathoz tartoztak, és az összejövetelükön egyhuzamban azt skandálták, hogy nincsen törvény, tégy, amit akarsz. Ezen persze ugye azt a társadalom nagyon megbotránkozik, de azt kell mondanom, hogy igazából csak azt mondták ki ők élesen, ami benne volt, és még ma is benne van a levegőben, hogy nincsen törvény, tégy, amit akarsz. Meg lehet érteni ezt az ellenszenvet, a törvény főként az erkölcsi törvény, az emberi együttélést szabályozó törvényekkel szemben, mert az emberek nagyon sok rossz tapasztalatot szereztek. Ugye az állami törvényekkel is, de sajnos a vallási törvényekkel is. És nem az alakult ki az emberekben, hogy van abszolút jó és időtálló és örökre szóló erkölcsi törvény. Ugye erkölcsi törvény, ami az emberi együttélés szabályozná, és ami az embernek adna törvényt. És azt mondhatjuk, hogy ez az allergia szinte általánossá vált, és ma az a közmeggyőződés, hogy nincs is örök erkölcsi törvény. Ugye ezt hívják erkölcsi relativizmusnak. Hogy minden kor, minden vallás kialakítja maga erkölcsi rendszerét, aztán ahogyan a kor változik, a korszellem változik, az emberek gondolkozása, ezek is változnak. De itt azt olvastuk az isteni törvényről, hogy ő örök időre állította fel az ő törvényét, és nem tér el attól. Létezik, hogy van Istennek nem csak a természet világában ilyen törvénye, hanem van olyan erkölcsi törvénye, emberi életet, emberi együttélés szabályozó törvénye, amely szintén örök időre való, nincs miért rajta változtatni, mert ez az a jó, amit az emberek fiainak cselekedniük kellene. És ez az, amivel mi ma este szeretnénk foglalkozni, hogy létezik-e a jónak egy olyan törvénye, amelyre a törvénnyel kapcsolatos ellenérzések, negatívumok nem érvényesek, hanem ez a törvény tényleg a jónak a törvénye, Istennek az örök egyetemes erkölcsi törvénye. Minden esetre először is arra hívom fel a figyelmet, hogy milyen érdekes jelzőket kapcsolnak egyes bibliai igék az Isten örök és egyetemes erkölcsi törvényéhez, ami olyan szilárd és olyan biztosan jó, mint az eredeti természeti törvények. Például Jakab apostol levele második fejezetének a 12. versében azt olvassuk, hogy a szabadság tökéletes törvénye. Ugye, micsoda kifejezés, szabadság tökéletes törvénye. Ahogy mondtam, az ember leginkább azt gondolja, hogy a törvény az a szabadság gátja. De itt azt olvassuk, hogy az Isten egyetemes erkölcsi törvénye olyan, hogy a szabadságot biztosítja, éppen ellenkezőleg, nem gátja a szabadságnak, hanem biztosítja, és azt mondja még hozzá, hogy tökéletes. A szabadság tökéletes törvénye. Azután a Római Levél 9. fejezetének a 31. versében úgy nevezi ezt a törvényt, hogy az igazság törvénye. Ez is nagy szó. Valamire azt mondani, hogy ez az igazságnak a törvénye. A Római Levél 7. fejezetének a 12. versében azt írja Pál apostol az Isten erkölcsi törvényéről, hogy ez a törvény szent, igaz és jó. Ugye, micsoda súlyos jelzők, szent, igaz és jó. Jézus pedig egyszer ezt a kijelentést tette, ezt János evangélium a 12. fejezetének az 50. versében találjuk, hogy maga az örök élet. Az Isten parancsolata, az Isten erkölcsi törvénye maga az örök élet. Szóval ennél nagyobb és súlyosabb méltatása nem is lehetne ennek az egyetemes isteni erkölcsi törvénynek. És most már kérdezzünk rá, hogy akkor miben is áll ez? Gondolom, hogy a jelenlévők közül sokan ismernek egy bibliai szakaszt. Ezt megtaláljuk Máté evangélium a 22. fejezetében, a 35-től 40. versben, amikor Jézusra egyszer földi szolgálata során rákérdeztek, és megkérdezték, hogy
Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Valami olyasmit akartok, hogy melyik a fő parancsolat. Ők azt gondolták, hogy majd Jézus a zsidók által jól ismert 10 parancsolatból mondjuk kiemel egyet, és azt mondja, ez a fő törvény, ez a legfontosabb törvény. De ehelyett Jézus azt tette, hogy két alapelvben összefoglalta az egész 10 parancsolatot, és ez a két alapelv ugye így hangzik, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből. Hozzátette Jézus, ez az első is a nagy parancsolat, és a második hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát mind, azt mondta, a szeretet az Isten iránt, szeretet a fele barát iránt, de figyeljük meg, hogy Jézus nem, hogy így mondjam, nem csupaszon magában használta ezt a szót, hogy szeretet, éppen azért, mert nagyon jól tudja, hogy az ember teljesen idegen tartalmakkal képes megtölteni ezt a szót, és tökéletesen félreérteni. Ugye valljuk meg, hogy a legtöbben szereteten mai napig is valamilyen ellágyuló, kedves érzelmet értünk, valamilyen mély szimpátiát, annak a különböző fokozatait, de a Szentírásban ez erkölcsi alapelv. Ez egy viszonyulás, egyik ember viszonyulása a másikhoz. Sokkal több, mint egy puszta érzelem. És érdekes az is, hogy Jézus így mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből. Ugye mi sokszor azt gondoljuk, a szeretet az érzelmek dolga. Jézus viszont azt mondta, hogy teljes elmédből. Tehát ezek szerint ez nem egyszerűen az érzelmek dolga, az elméből indul ki ez is. És azt mondja, teljes lelkedből és minden erődből. És azt mondta, ez az első is a nagy parancsolat. És hozzátette is, a második hasonlatos ehhez. Itt most csak megjegyzem, majd később térünk vissza rá, most nem fejtem ki, hogy alig szoktak figyelmet fordítani erre a kis rövid megjegyzésére Jézusnak, hogy amikor szólt az Isten iránti teljes elméből és teljes szívből való szeretetről, akkor azt mondta, hogy ez az első és a nagy parancsolat. És láthatjuk is, hogy a modern korban, amikor az emberiség elbizonytalanodott Isten létében, és a vallásosság ugye az kikopott nagy mértékben az emberi társadalomból, akkor az emberek megpróbálták elfogadni csak a második parancsolatot, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, és létrehozni egy Isten nélküli humanizmust. És hát meg szeretném megkérdezni, hogy eredményes volt ez a próbálkozás. Meg lehet-e tanítani Isten nélkül az embert arra, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, vagy meg lehet-e szabni társadalmi törvényekkel, vagy filozófiai, vagy politikai ideológiákkal, lá lehet-e az embert erre szorítani? Ugye nyilvánvaló, hogy nem. Majd a következő alkalommal még visszatérünk arra, hogy tulajdonképpen, ha az Isten nem tanulja meg az ember szeretni, nem tudja ezt teljes elméből, teljes lelkéből tenni, biztos, hogy nem lesz képes maradéktalanul megvalósítani a második parancsolatot, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. De ezt a parancsolatot is rendesen félreértik. Létezik olyan mai teológiai irányzat, amelyik ezt ugye úgy értelmezi, hogy hát annyira, mint magadat, tehát fele-fele. Félig magadat, félig a fele barátodat. Még egyes teológusok úgy is megfogalmazták, hogy igazából nem két nagy parancsolat van, hanem három. Hogy szeresd az Istent, szeresd magadat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Természetesen ezt a teológusok nem maguktól találták ki, hanem a mai pszichológiai irányzatoktól vették azt a tételt, hogy ha az ember nem szereti önmagát, nem tudja szeretni a fele barátját. Most nem megyek nagyon bele, de majd a beszélgetésben kitérhetünk még erre, hogy miért teljességgel hibás ez a tétel. És egyáltalán hogyan értette Jézus azt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat? Ez a Biblia egészéből egyértelműen kiderül, hogy tudta, hogy az ember alapvetően én középpontú beállítottságú és gondolkodású, és ezt mindenki tudja, hogy ő mit szeretne, hogy vele mit tegyenek, és azt, tulajdonképpen Jézus azt mondta ki, hogy szeresd a fele barátodat úgy, ahogy eddig magadat szeretted. És amikor felidézem Jézus hegyi beszédéből a híres aranyszabályt,
akkor rögtön láthatjuk, hogy Jézusnál milyen értelme van ennek a felhívásnak, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Mert így hangzik ez az aranyszabály, amit szeretnétek, hogy az emberek tegyenek, ti tegyétek azt ővelük. Ugye milyen egyszerűen hangzik, de megvalósítani? Egy világ fordul meg ezen. Mert ugye azt mindenki tudja, hogy ő mit szeretne, hogy ő hozzá az emberek milyenek legyenek, hogy viselkedjenek vele, mit tegyenek érte. És azt mondja, most tedd ezt te a másikkal. Minden előzmény és minden feltétel nélkül. És az ember tulajdonképpen el tud gondolkozni azon, hogy hát miért éppen az lenne az igazság, hogy én mindig követelem, hogy kezdje a másik. Ő legyen olyan, amilyennek én szeretném, és akkor én szeretni fogom. Na de hát miért ez az igazság? Hogy te először elvárod, követeled a másiktól, hogy ő legyen olyan, és te majd akkor szereted? Azt mondja, nem. Sorrendszere, ez feltétel nélküli dolog. Te, amit szeretnél, hogy veled tegyenek, minden előzmény és feltétel nélkül add meg a fele barátodnak, tedd meg, mert ez az igazság. Tehát az én és a te nagy cseréje az, amiről Jézus az aranyszabályban szólt. Pál apostol ilyen röviden is összefoglalja, hogy mi az Isten egyetemes erkölcsi törvényének a lényege. Egy rövid mondatban a Római Levél 13. fejezetének a 10. versében így mondja, a törvény betöltése a szeretet. De most már látjuk, hogy a Biblia ezen nem érzelmet ért. Persze vannak a szeretetnek érzelmi felhangjai, és az nagyon fontos és értékes, de a gyökere az egy erkölcsi gondolkozásmód, az egy erkölcsi viszonyulás a másik emberhez. Ezt a Biblia így is kifejezi, idézem a Korintusiakhoz írt első levél 10. fejezet 24. versét, ki azt keresse, ami a másé, és nem azt, ami az övé. Ugye mindig azt keresse, ami a másé, és nem azt, ami az övé. Tehát ez azt jelenti, hogy másik középpontú gondolkodás. Mindig a másik van elől, majd utána jövök én. És ez egy világrengető erkölcsi alapelv. De szeretném most feltenni a kérdést, hogy belátható-e, hogy ez az a jó, amit az emberek fiainak cselekedniük kellene, és ha mondjuk minden ember ezt az elvet követné, akkor sokkal különbül élnénk ezen a földön. Nagyon meg kell feszíteni a fantáziánkat, de mégis próbáljuk elképzelni, ha kivétel nélkül minden embernek, mondjuk itt a mi szűkebb környezetünk, meg az egész emberiség körében ez lenne az alapelve. Rosszul járna valaki? Ha mindenki így gondolkozik, hogy amit szeretném, hogy velem tegyenek, teszem a másikkal. Hát itt teljes szabadság van, nem? Nincs miért összeütközni. Nincs miért követelőzni, nincs miért vitatkozni. És mindenki megkapja követelőzés nélkül, kényszer nélkül azt, amit szeretne a másiktól. Fantasztikus ez az egyszerű alapelv. És hadd idézek bibliai igéket, amelyek arról szólnak, hogy aki Istennek az egyetemes erkölcsi törvénye szerint él, és azt megtartja, annak milyen következménye lesz. Nagyon nevezetes az első Zsoltár a Bibliánkban, és az első Zsoltárnak az első 3 verse, amely így hangzik. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Itt megint megállok egy pillanat, látjuk, az Isten törvényéről gondolkodni kell. Az az elme és a gondolkodás és a belső erkölcs kérdése, nem egyszerűen az érzelmeké. És mit mond? Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Tehát azt állítja, hogy boldog ember az, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, arról gondolkodik éjjel és nappal, és aszerint él. Azután idéznék egy másik bibliai igét, a 119. Zsoltár 165. versét, amely pedig így hangzik, tehát 119. Zsoltár 165. verse, a te törvényed kedvelőinek, mondja a Zsoltáros Istennek,
nagy békességük van, és nincsen bántódásuk. Ezek ugye olyan nagyon jól hangzó szavak, hogy boldog, hogy békesség. Pont ezekre vágyunk, és ezekre lenne szükségünk. Azután Jézus pedig ezt mondta, ez a János evangélium a 8. fejezetének a 32. versét idézem, megismeritek az igazságot, az igazság törvényét, és az igazság szabadokká tesztiteket. Szabadság, egy újabb, nagyon értékes és vonzó fogalom. És végül példabeszédek könyve 6. fejezetének a 33. verse pedig úgy fogalmaz, hogy akik az Isten törvényét komolyan veszik, és összhangra hozzák az életüket vele, illetve összhangra jutnak az életükben vele, azt mondta, életnek fája ez azoknak, akik megragadják. Hát akkor, ha összegyűjtjük ebből a néhány igéből, hogy mit ígér, akik az Isten erkölcsi törvényével összhangban élnek, boldogság, békesség, szabadság és élet. Nem ezek a legkívánatosabb dolgok az embernek? És akkor ott van az a kérdés, hogy az ember vajon miért nem érti meg, hogy ez az a jó, amit cselekedni kellene, és miért nem követi? Milyen magyarázatot ad erre a Biblia? Mert végül is ez borzasztóan egyszerű, és végső fokon vitathatatlan, hogy ez lenne az a jó, amit mindegyikünknek cselekedni kellene. És szeretnék itt a Római Levél 7. fejezetéből idézni, már amikor arról a kérdésről beszéltünk, hogy kicsoda az ember, ott is idéztük, ez egy olyan fontos bibliai szakasz, és olyan tapasztalatról beszél, amit kivétel nélkül minden ember ismer. A Római Levél 7. fejezetéből fogom olvasni. Így olvasom a 18. verstől. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. És olvasom itt tovább a 21. verstől, megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulad a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. Kétszer is azt mondja az apostol, hogy egy másik törvény van az emberben ehhez a törvényhez képest. Ezt nevezi a bűn törvényének, és azt mondja, hogy ez van az én tagjaimban. Hát jobb hiány ezt a kifejezést használja, de mindnyájan érzékeljük, hogy azt akarja vele mondani, hogy valamiképpen fel van írva az ösztöneinkben. Valamiképpen benne van a természetünkben eleve. Ez a mi alapvető egyetemes genetikai beállítottságunk. Egy másik törvény van a tagjainkban, és ez ellenkezik ezzel a törvénnyel, még ha el is jutunk odáig, hogy egyenesen gyönyörködünk benne, és már az elménk törvénye lenne, és az elménkkel ezt akarnánk cselekedni, nem találjuk a véghez vitelét, hiába van meg bennünk az akarás, mert ez a másik törvény rabul ejt, és mégsem e szerint fogunk cselekedni. Akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy tényleg ilyen szigorú az embernek a fogsága ebben a másik törvényben? Hogy ez annyira fogva tartja az embert? Szeretnék még egy bibliai igét idézni, azt hiszem ezt is idéztük a bibliai antropológiánál is, Jeremiás könyve 13. fejezetéből idézem a 23. verset, ahol föltesz egy ilyen kérdést. Elváltoztathatja a szerecsen a bőre színét, vagy a párduca foltosságát? Ugye ez már költői kérdés. És így folytatja, úgy cselekedhettek jót ti is, akik megszoktátok a gonoszt. Tulajdonképpen mit mond ezzel, hogy a genetikai törvényhez hozzájön a szokás törvénye. És jó magyar közmondás is azt mondja, szokás hatalom. És az ember ezt
így annyira nem tudja a jót cselekedni, ilyen hasonlít, mint amennyire nem tudná valaki a bőre színét megváltoztatni, vagy a pártusza foltosságát. Akkor tehát az a kérdésünk, hogy egyáltalán, és ez egy alapvető kérdés, akkor mi ez a másik törvény, és honnét származik ez a másik törvény? Azt mondhatjuk, hogy ez a másik törvény, amit a bűn törvényének nevez, nem az Isten teremtéséhez tartozik. Csak nagyon röviden utalok rá, Jézus egyetlen tömör mondatban szólt földi életében arról, hogy honnét van ez a másik törvény, és hogy ott van az ember tagjaiban, ha az Isten egyetemes törvénye ez, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd vele barátodat, mint magadat, és senki se azt keresse, ami az övé, hanem a másé. Miért van egy ezzel ellentétes törvény bennünk? Jézus így fogalmazott, azt mondta, beszélt egy bizonyos ördögatyáról, hadd jegyezzem meg, hogy a mi Bibliánk ördögöt fordít, ott mindenütt az Új Szövetség görög szövegében a diabólos szó van. És a diabólos azt jelenti, hogy vádoló. A másik bibliai név, ami már az Ószövetségben is szerepel, sátán, ez pedig héber név, és az a jelentése, hogy ellenség. Ez két nagyon tipikus név, ellenség és vádoló. És Jézus úgy szólt erről a bizonyos vádolóról és ellenségről, azt mondta, amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert a hazug és a hazugság atya, és nincsen ő benne igazság, és nem állott meg az igazságban. Különösen ezt a kis részletet emelném ki, azt mondta, hogy nem állott meg az igazságban. Tehát ezzel érzékeltette, hogy valamikor ő is az igazságban volt, és ez egy olyan nagyon finom árnyalt kifejező, hogy nem állt meg az igazságban, mint ha azt mondaná, hogy nem késztette senki, mondja is róla, hogy ő az atya a hazugságnak. Azt mondja, amikor hazugságot szól, a sajátjából szól, nem úgy van, hogy valaki ráveszi a rosszra, és azt mondja, nem állt meg az igazságban, és a hazugság atyává lett, és jelenleg már nincsen ő benne igazság. Tehát nagyon röviden a Biblia arról beszél, hogy nem itt a földön keletkezett a bűn, hanem az Istennek a világ mindenségében az angyalok embernél magasabb rendű teremtményi rendjében ez a bizonyos angyal fejedelem, amit a Biblia vádolónak és ellenségnek mond, ő az, aki az Isten erkölcsi törvényével szemben feltalált, és egy másik törvényt, és elindította a lázadást ebbe az irányba. És beszél a Biblia arról, hogy az Isten angyalainak egyetlen helyen utal erre a Bibliában, mint egy a harmad részét magával rántotta ebbe a lázadásba. Ugye őket nevezi a Biblia a démonoknak, ugye daimonium görögül, és nevezi őket bűnbeesett angyaloknak. És arról is szól a Biblia, hogy ez a lázadás az Isten törvénye ellen, a vádolása az Isten törvényének, az pedig a földünkre úgy jutott, hogy valamikor az emberi történelemnek a legkezdetén, az ember indulásakor, az ember ehhez a lázadáshoz csatlakozott, félig vétkesként, félig a hitetés áldozataként. És ezt a Biblia így fogalmazza meg, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Ez a Római Levél 5. fejezetének a 12. verse, és itt láthatjuk, hogy a legveszedelmesebb vírus ez a bizonyos bűn, mert azt mondja, egy ember által bejött, és végül minden emberre elhatott, és ennek a következménye az, hogy a bűnnel együtt bejött a halál. Ez sem az Istennek az eredeti teremtési rendjéhez tartozik. De akkor most már próbáljuk végre meghatározni, hogy mi a bűn. Egyébként, amit én most csak nagyon röviden mondtam el, az egy nagy kérdés, és nagyon sokan törték a fejüket rajta, és csak egy pár sort hadd idézzek Voltaire-től, aki a lisszaboni földrengésről írt
versében, ami 1756-ból való, a következőképpen veti föl ezt a kérdést. Ugye nem véletlen, hogy a szörnyű 1755-ös Lisszaboni földrengés kavarta föl benne ezeket a kérdéseket, mert az olyan földrengés volt, hogy néhány perc alatt 60 ezer ember pusztult el, és egész Európában megérezték, és pont akkor ugye, amikor feljövőben van a felvilágosodás és az emberi civilizáció fejlődésének a reménységei, filozófia történetben ezt úgy is emlegetik, hogy a lisszaboni válság Voltaire gondolkodásában. És így fogalmazott, nagyon éles elme volt, nagyon pontosan fogalmazott, muszáj bevallani, hogy létezik a rosszat. Az eredete még egész titokzatos. A jó szerzőjétől származna tán a rossz, de hogy képzelhető, hogy maga Isten az, ki egyfelől fiait kegyelmében fürözti, másik kezével a rosszat zúdítja le? Melyik szem láthat így titok mélyre? Tökéletes lényből rossz létre nem jöhet, de máshonnan sem, mert minden belőle lett. És mégis létezik, ó fájdalom, a rossz. Mi döbbenetes ez, mennyire paradox. Ugye nagyon pontosan veti fel a kérdést, és ugye láttuk, hogy Jézus hogy is fogalmazott? Azt mondta erről a bizonyos vádolóról és ellenségről, nem állt meg az igazságban. Hogy az előbb is hangsúlyoztam, hogy igazságban teremtetett ő is, nem a teremtőtől származik a rossz, és ez a nem állott meg annyira jól érzékelteti azt, hogy tökéletesen megmagyarázni nem tudjuk. Nem volt benne semmi szükségszerűség, nem késztette rá senki, egyszerűen visszaélt a szabad választásával, azzal az előjoggal, amit Isten minden értelmes teremtményének megadott. Egyszer valaki nagyon szellemesen mondta, azt mondta, hogy ha meg tudnánk okolni, hogy a bűn lázadása miért indult el az Isten egyetemes erkölcsi törvénye ellenében, amikor az valóban jó, amikor az valóban boldogságot, békességet, életet, szabadságot biztosít, azt mondja, akkor már mentséget is találnánk rá, ha tudnánk megmondani az okát. De a bűnnek természet, hogy abszurd, oka nincs, mentsége nincs. Ennyit, itt van a korlátja annak, amennyit erre a kérdésre tudunk válaszolni. És azt a kérdést is tegyük fel, hogy de hát akkor miért beszél a Biblia bűntörvényéről? Itt említem meg azt, hogy itt is nagy a bizonytalanság. Én elképedve láttam, hogy még teológiában is, 20. századiról beszéljünk mondjuk, alig lehet a bűnre egy egyértelmű definíciót találni, mert mikor a Biblia nélkül próbálnak teológusok birkózni ezzel a kérdéssel, akkor ebből is csak az lesz, hogy hát a bűn is egy relatív dolog. Minden társadalmi rendszernek, minden vallási rendszernek van egy bűnfogalma, hogy mit tart bűnnek. Az egyik ezt, a másik azt. Viszont ha azt olvastuk, hogy ez egy másik törvény, amely ellenkezik az Isten törvényével, és ha még hozzá elolvassuk a János első levele 3. fejezetében a 4. verset, amely a mi Bibliánkban nem a legszerencsésebb fordításban olvasható, de az eredeti értelme az, a bűn pedig a törvényszegés. És ez a törvény nyilván az Isten eredeti erkölcsi törvénye. Tehát, ha ezeket így megfigyeljük, akkor azt mondjuk, hogy a bűn törvénye, az is egy törvény, az is egyetlen alapelvre épül. Mindenben, ami bűn, benne van ez az alapelv, benne van ez a törvény, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a negatívja az Isten törvényének. Pont annak az ellentéte. Ez ellenkezik az Isten törvényével. Ugye? És az Isten törvény, erkölcsi törvényének bármi nemű megszegése, azt nevezi a Biblia bűnnek. Ha most az előbb azt mondtuk, hogy a szeretet az nem egyszerűen egy érzelem, hanem egy erkölcsi viszonyulás, és az az elméből indul ki, és a lelkiismeretből, akkor viszont mit mondhatunk a bűntörvényére? Ha annak a lényege az én-te sorrendnek a megfordítása, a másik középpontuság, a másikra irányultság, akkor a bűntörvényének a lényege az én középpontuság, az egoizmus, az önzés. Azért mondom nem egyszerűen csak azt, hogy önzés, mert akkor nagyon könnyen csak az ilyen durva
látványos önzésre gondolunk, de ha már azt mondom, hogy én középpontuság vagy egoizmus, akkor látjuk, hogy ennek nagyon sokféle, rengetegféle megnyilatkozása van, és rejtettebbek is, ami nem látszik rögtön így, hogy na, ez egy csúnya önzés. És mindjárt mondanám is, hogy melyek az én középpontuságnak a legfőbb megnyilatkozásai. Van, ami nagyon gyorsan tetten érhető, a bírvágy. Mindent nekem, enyém. Mindent nekem, ugye? A becsvágy. Az ember fölé akar kerekedni a többinek, és az elismerésre vágyik, és fölül akar lenni a másik fölött. Aztán folytatom tovább, ezek már nem annyira egy perc alatt átlátható dolgok. Önigazolás. Hogy az ember olyan nehezen ismeri el, hogy most ő hibázott, most ő tévedett. És amikor, még ha már rábizonyítják is, a végsőkig keresi a mentségeket, a végsőkig magát igazolja, és borzasztó nehezen ismeri el, hogy most ő hibázott. Aztán még rejtettebbet mondok, önsajnálat. Erre már aztán azt gondoljuk, hát valaki érzékeny vagy, hát valaki szegény, sértődékeny. De valóságban itt is arról van szó, hogy az ember mindig az énje körül forog, és borzasztóan sajnálja önmagát, és azt szoktuk mondani, a saját sebeivel van elfoglalva, más embereket észre se vesz. Ugye? Ez is ide tartozik. És még egyet mondok, ami még rejtettebb, a kényelem szeretet. Hogy az ember nem szeret gondolkodni, nem szeret változtatni, nem szeret küzdeni, mert magát dédelgetni, magát kényeztetni, a maga kényelmét keresni. Tehát ez az én középpontuság olyan mértékben határoz meg bennünket, hogy azt gyakorlatilag felsorolni se lehet. És akkor az embernek már tényleg az a kérdése, hogy hát akkor vajon van-e ebből egyáltalán kiút, vagy hogyan lehet ebből a helyzetből valamiképpen kiszabadulni. Szeretnék a Római Levél 7. fejezetéhez visszatérni, és a Római Levél 7. fejezetéből olvasom a 24. és 25. verset. Ugye az előbb olvastuk odáig, hogy hiába gyönyörködik az ember az Isten törvényében a belső ember szerint, itt van a tagjainkban ez a másik törvény, amely ellenkezik az elménk törvényével, és az embert rabul adja a bűntörvényének. Az apostol még úgy is fogalmaz ugyanitt ebben a szakaszban, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Megkérdezem, ismerjük ezt? Volt már olyan, hogy az ember azt mondja, hogy csináltam én ezt? Tulajdonképpen én ezt gyűlölöm, én ezt megvetem, én ezt helytelenítem, és akkor hogy ott kötök ki, hogy nem amit igazán szívem szerint, belső lényem szerint szeretnék, nem azt csinálom, hanem amit gyűlölök. Micsoda önellentmondás ez. És ennek a gondolatsornak a végén Pál apostol felkiált, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Ugye azért mondja halálnak teste, mert ugye a bűn az maga után vonja a halált, ugye az én középpontuság, az a halál törvénye, erről meg szintén a beszélgetésben szó esett, és azt mondja, hogy ha én ebben így meg vagyok kötözve, akkor a halálhoz is oda vagyok kötve, és azt mondja, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És rögtön utána válaszol, és azt mondja, hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. És ez a felkiáltása az apostolnak, hogy a kétségbeesett kérdésre van válasz, és az embernek hálára van oka, mert mégis van szabadulás, ez már átvezet a következő témánkhoz, és csak egy néhány bibliai gondolatra hívom még föl a figyelmet. Például milyen érdekes az, hogy amikor Jézus megszületett, akkor ezt az utasítást hangzott el, hogy a gyermek nevét nevezzék Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ugye ez Máté evangélium első fejezetének a 21. versében olvasható, és hogy függ össze ezzel a Jézus név? Ugye ez eredetileg a Jehosua héber név, a Bibliánkban sokszor ilyen Józsué néven is találkozunk vele,
és ennek a görögös formája a Jézus, a Jehosuáé. Ugye ebből lesz Jézus, vagy ahogy mi magyarul mondjuk Jézus. És ez eredetileg a héber, a Jehosua azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Ugye ez sok héber gyerek kapta, sok zsidó gyermek kapta ezt a nevet, hogy Józsué, Jehosua, ami egy hitvallás volt, hogy Isten megszabadít. De amikor Jézus megszületett, hogy ő is ezt a nevet kapta, ennek más jelentése volt. És az indoklás így hangzott, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Tehát ő maga az az isteni személy, aki megszabadít. Az ő esetében ez nem hitvallás, ez a név, hanem ő az az isteni személy, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. És ha az ember most belegondol, ha csak ilyen vázlatosan is áttekintettük, hogy mi az, hogy bűn, és ez az emberben törvény, és genetikai hajlamként is, szokástörvényeként is benne van, akkor milyen óriási dolog ez az ígéret, hogy létezik valaki, aki megszabadítja az embert bűneiből. Mert sok világ megváltó eszme volt, és sok jól tevője az emberiségnek, de ilyet ígérni senki nem mert, megvalósítani még kevésbé tudott, hogy az embert ki tudja gyógyítani, meg tudja szabadítani ebből az én középpontuságából, ebből a megkötözöttségéből, ami valójában minden emberi nyomorúságnak az oka. És a következő témánk majd pont erről fog szólni, hogy vajon mi ez az egyetlen út, ahogyan az ember megszabadulhat, és mi az az isteni elgondolás, és ki az az isteni megváltó, aki ezt ígéri, hogy meg tudja szabadítani az embert az én középpontuságnak ebből a fogságából. Szeretnék még idézni az Ószövetségből is egy bibliai szakasz, de ezt csak úgy előleként, majd részletesebben a következő alkalommal kifejtjük, de nézzük meg, milyen radikális ez a gyógyítás, amit Isten ígér. Ezékiel könyve 36. fejezetéből olvasom. Ezékiel könyve 36. fejezetében így hangzik a 26. 27. vers. Ezt ígéri Isten, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Tehát azt mondja majd, akkor én cselekszem bennetek azt, hogy az én törvényemet, ezt a bizonyos örök egyetemes erkölcsi törvényt megőrizzétek és betöltsétek. És lezárásképpen még Jézus kijelentését idézem Máté evangéliuma 19. fejezetéből. Látták a tanítványok, hogy milyen nehéz dolog ez az én középpontuságból való szabadulás, és pont egy olyan eset után, amikor egy nagyon szimpatikus fiatalember nagyon megindult Jézusnak a tanításán, magatartásán, és feltette a nagy kérdést, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. És Jézus megmondta neki, és azt olvassuk az írásban, hogy gondolkodott, töprengett, és megszomorodva ment el, és nem élt a lehetőséggel, hogy Jézus hívta, hogy ő is kövess engem, mert sok jószága volt, és magas rangja. És kiderült, hogy ennek az én középpontuságnak a fogságában van. És azt olvassuk, hogy pedig Jézus is megkedvelte ezt a fiatalembert, és adta neki a megtisztelő hívást, jöjj és kövess engem. És nem tudott ezekről a dolgokról lemondani, és úgy olvassuk a Bibliában, megszomorodva ment el, mint aki tudja, hogy nagyot veszített, de mégse volt képes ezt a kötelet elvágni, amit az én érdekeihez, az énhez, énjéhez és az érdekeihez kötötte. És akkor a tanítványok olyan ijedten megkérdezték Jézustól, hát Uram, hát kicsoda üdvözülhet. Ha még ez a szimpatikus fiatalember is, aki azt mondta, hogy hát ő igyekezett Isten minden parancsolatát ifjúságától fogva megtartani,
Hát még ez is megszomorodva elmegy, és nem, hát akkor ki üdvözülhet? És Jézus válasza így hangzott, ez Máté evangélium a 19. fejezetében található, a 26. vers, nagyon fontos kijelentés, és nagyon kategórikus, azt mondta Jézus, embereknél ez lehetetlen. Elég erős szó? Lehetetlen. Én középpontuságából magát se tudja az ember kihúzni, a másikon se tud segíteni. De így folytatta, és itt van a reménység, de Istennél, és még jobb lenne így fordítani, Istennel együtt minden lehetséges. Még ez a lehetetlennek látszó is. És ez lesz a következő heti témánk, mert tulajdonképpen kimondhatjuk, ez az evangélium. Ugye azt hiszem tudjuk, hogy mit jelent ez a szó, hogy evangélium. Azt jelenti szó szerint, hogy jó hír. Ez a nagy jó hír, hogy ebből a fogságból, amiből maga Jézus kimondta, hogy emberileg lehetetlen szabadulni, mégiscsak van szabadító, és mégiscsak van szabadulás, és ezzel megnyílik az ember számára az igazi élet, az igazi szabadság, az igazi boldogság, sőt, az örök életnek a lehetősége és a reménysége. És mindjárt fel is olvasom akkor a következő témánknak a címét. Ugye ez, erről fog szólni, hogy hogyan lehet az ember igazzá és boldoggá, és hogyan nyerheti el az örök életet. Ez lesz a következő témánk. Tessék, kinek lenne kérdése, vagy hozzászólása az elhangzottakhoz? Próbálom alkalmazni sokszor, hogy alárendeljem, tehát a másik embert nézem, és magamat itt én nézem, és magamat próbálom elnyomni, mert én valóban esetleg más szeretnék, mert a másik embernek mindig más az érdekel, nézem csak a családomat. Például most az az érdeke, hogy én ne itt üljek, hanem otthon adjak egy vacsorát, és a többi, és a többi. És ez ugye hétköznapokban mondom én ezt, és én akkor így mindig félreteszem magamat, és hogy most se én, és most se én, és most se olvasom, mert most azt csinálom neki, meg ő azt szeretné, és ő azt szeretné. Gondolom érted, hogy igen, mit szeretnék ezzel mondani, hogy tulajdonképpen akkor amit én szeretném, vagy ami most nem is csak ebben az értelemben, hát hanem egyéb értelemben is, akkor az úgy valahogy, az tulajdonképpen így, sokszor úgy érzem, hogy van olyan, hogy úgy érzem, hogy most ez így volt, de van, amikor már úgy érzem, hogy egy kicsit a káromra megy, és akkor ez olyan, szinte megbetegszik tőle az ember, vagy szinte olyan nem mindig tudom én ezt megvalósítani. Na, minden helyzet. Nagyon jó, hogy ez a kérdés, mert van itt egy alapvető félreértés. Ugye nem arról van szó, hogy a másik önzését kiszolgálni. Nem a másik önzését kell kiszolgálni, hanem a másiknak az igazság szerinti javát keresni. Tehát csak is az isteni törvény az igazság szerinti javát keresni, nem pedig az önzését kiszolgálni. Szóval akkor az nem igazi szeretet. Mert értjük igen, mert a szeretetnek pont az a lényeg, hogy a másik javát keresem. De az nem a javára szolgál, hogy az önzését kiszolgálja. Tehát igazságos szeretetre van szükség, ugye? Feltétlenül csak is igazságos szeretetre, és nem arra, hogy mondjuk alárendeljük másokat, és mások rabszolgáivé legyünk, vagy kényük kedvük kiszolgáltatottjává, hanem keresem az ő igazságos javát. Ugye? Ezt jelenti. Tessék. Kiska, amíg az ember nem ismeri az Isten törvényét, addig elhiszi az ember saját magáról, hogy jó, vagy legalábbis nem olyan nagyon rossz. Igen. És ez tulajdonképpen a humanizmus köpenye alá nagyon sokan bebújnak. Igen. Én nagyon szépen köszönöm ezt a megjegyzést is, és azt tudom mondani, hogy azért értékelendő, hogyha valaki nem nyers önzés szerint cselekszik. Szóval azért olyan értelemben a humanizmus is sokkal jobb, mint mikor emberek gátlástalanul érvényesítik a maguk önzését, csak nem hatol egészen mélyre.
és nem tudja megoldani a problémát, sem az egyénekét, sem az emberi közösségét. Ez vele a baj. És tényleg úgy van, hogy például Pál apostol nagyon szépen fejtegetett a Római Levél 7. fejezetének az első részében, azt írja, hogy hát ugye ő, mint farizeus, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen volt. Tehát ő szigorú törvények szerint nevelkedett, és azt mondja, egészen addig ő azt hitte, hogy ő jól áll. Azt ugye a 10. parancsolatnál döbbentem rá, melyik azt mondja, hogy ne kívánjad, ne kívánd, ami a te fele barátodé. Hát azt mondja, ilyen mélységig, hát ez azt mondja, akkor én valósággal meghaltam, rájöttem, hogy dehogy vagyok én jó és hibátlan, ugye, mert van a Bibliában ilyen kifejezés is, azt mondja, egymás ellen még a szívetekbe se gondoljatok gonoszt, mert ott kezdődik a dolog. Ugye? Vagy, és amikor azt mondja, ne kívád a te fele barátod, a semmit, ami a te fele barátodé, ebben benne van az, hogy ne légy irigy, de ne csak a sárga irigység, ne légy versengő, ugye? Ne légy féltékeny a másiknak se erre, se arra. Szóval az isteni törvény az annyira következetes, és annyira mélyre hatol, hogy az ember lelepleződik saját maga előtt, hogy még mennyi fogyatékosság van benne is, még mennyire nem ott tart, ahol kellene. Ahogyan ez a jót, azt a jót tenni. Ugye ez persze ez egy másik óriási kérdés, és ezt is hadd vessem föl, hogy ha mindenki ez szerint, a törvény szerint élne, akkor tényleg csak ez lenne a következmény, hogy boldogság, szabadság, békesség, élet. Na de mi van, hogyha egy olyan világban akarjuk ezt a törvényt követni, ahol az emberek többsége nem ez szerint, a törvény szerint él. És a legtöbb ember is szokott megriadni, és azt mondja, hát akkor én húzom a rövidebbet, hát egy farkas törvényű világban nem lehet bárányként élni. De milyen érdekes, hogy Jézus pont ezt a hasonlatot használta, azt mondta, én elbocsátlak titeket, mint a juhokat a farkasok közé. Tehát tudnélik, Isten nélkül ezért se lehet megtartani, mert szükség van az isteni védelemre, azzal a bizonyos ős ellenséggel szemben is, szükség van arra a lelki erőre, bátorításra, segítségre, arra a mély meggyőződésre, amit az Isten ad. De mégis azt lehet mondani, hogy ezen a világon is csak ez szerint, a törvény szerint érdemes élni. Semmi más szerint. Csak ez szerint. És ez már ebben az életben is óriási örömmel, szabadsággal, békességgel és boldogsággal fizet, azzal együtt, hogy a Biblia egy pillanatig se titkolja el, hogy nem csupa jó és csupa szép lesz a következménye, mert azért egy más törvényű világban vannak más következménye is, ha valaki ezt szerint akar élni. De az Istennek a gondviselése, az Istennek a kegyelme és a segítsége erőt és segítséget ad ahhoz, hogy az ember egy ilyen környezetben is ez szerint, a törvény szerint tudjon élni. Tessék, kinek volna más kérdése? Azt szeretném megkérdezni, Zsuzsika, hogy került az emberiség ekkora erkölcsi válságba? Amilyenben most van. Mert óriásiba van. Ugye hát, gondolom másoknak is van ilyen benyomásuk, hogy hát hol van még mondjuk a 19. század, mikor voltak ilyen hazájukat szerető, hazájuk felemelésért küzdő államférfiak. Ma az ember olvassa a híreket, és azt kérdezi, hogy van még olyan államférfi, akinél nincs korrupció, nőügy, vagy nem tudom mi, valami mindegyiknél van. Úgy tűnik már szinte, ugye? És most gondoljuk meg, hogy hat az összemberi társadalomra, mikor hallja mindig az alpári gyalászkodásokat, áskálódást, vitatkozást és minden egyéb dolgot, és ez nem csak itt a saját hazánkban látjuk ezt, hanem világ, nemzetközi jelenség, ugye? És akkor az ember azt kérdezi, amit te kérdezel, hogy tudott ide zülleni. Hát én megpróbálom csak nagyon röviden válaszolni rá, és pedig valahol ott, hogy a középkor, még menjünk vissza, ugye a középkorban ugye
még keresztény társadalom volt, amit ma nagyon sokan ugye sírnának vissza, és azt gondolnák, hogy ez lenne a megoldás, de hát csak nézzük meg azt a középkori keresztény társadalmat. Tulajdonképpen az emberek megutálták az erkölcsi törvényt és a vallási törvényt, és az a jó magyar közmondás jött be, hogy a fürdővízzel együtt kiöntötték a gyereket is. Mert amikor föllázadtak a középkori vallásosság és az egész társadalmi berendezkedés ellen, akkor ebből az lett, hogy akkor ki az erkölcsel, ki az erkölcsi törvények, ki az Istennel, mindennel, és ez meg lehet érteni, emberileg mélyen meg lehet érteni ezt a lázadást, és ugye ott volt az illúzió, ugye gondoljunk Rousseau-ra, hát vissza a természethez, ugye, és az a téveszme, hogy az ember alapvetően jó, csak megkötözik ezek a gúzsba kötik, ezek a mindenféle törvények, és hát hagyjuk az ember szépen kifejlődni. Nem is tudjuk elképzelni, milyen kárt okozott ez például nevelés területén. Mert átitatódtak nemzedékek azzal, hogy hát nem kell egy gyereket tulajdonképpen nevelni, minél szabadabban hagyjuk, minél vissza a természethez, annál jobban kedvez a fejlődésének is. Hát ebből nemzedékek jöttek nevelés nélkül, szabadon hagyva, ugye? Mintha nem volna mit nyesegetni, és mintha nevelésnek nem lenne óriási szüksége ahhoz, hogy az önzésből hozza ki az embert, és valahogy ez így megy generációkon át öngerjesztő folyamatként, és valahogy azt mondhatjuk, hogy még mindig egy kicsit tombol ez az erkölcsi forradalom, ugye már olyan mértékig, hogy az ember már szinte nem is tudja követni. Hát éppen most olvastam a National Geographic-nek is, amit mostani száma is foglalkozott ezzel, hogy most Amerikában ilyen őrült divat van, hogy ilyen hormongátlókat adnak a tizenéveseknek, hogy várjuk meg, amíg fölnő, és majd eldönti, kiválasztja a nemét, hogy fiú akar lenni, vagy lány. És ugye hát az embernek az esze megáll ugye ezeken a dolgokon, és tényleg azt kell mondanunk, hogy nem lehet csodálkozni azon, ami van. A másik ugye ez a kettős fegyver, a média, az internet, ami egyrészt csodálatos dolog és hihetetlen fejlődési lehetőség, a másik oldalon borzalmas átültői vannak. Úgyhogy az erkölcsi zűlés, hogy így mondjam, törvényszerű. Ez a zuhanásszerű erkölcsi zűlés. Hát ha visszagondolok, ugye, hogy például amikor én voltam olyan 10-20 éves, még egy ideig Tasson dolgoztam, ugye az már ugye Budapestnek től egy kicsit távolabb van, de messze még nem, még egy kicsit a Budapest alzás körzete, és hát emlékszem én akkor én, hogy meglepődtem, hogy ott a faluba milyen gyakori volt az, hogy emberek csak úgy, szóval, hogy együtt élnek élettársi kapcsolatban, házasságkötés nélkül. Ez például akkor még annyira ritka volt, és annyira furcsa volt, hát már sehol nem tartunk ehhez képest. Ugye Magyarországon a gyerekek többsége elvált szülőknek a gyereke, tehát ez világjelenség, és mondom, ha nagyon röviden akarom mondani, itt kezdődött a dolog, hogy az emberek megutálták azt a középkori rendszert, és akkor, ahogy egy másik okos közmondás mondja, az ember mindig a ló túlsó oldalára esik. Tehát akkor nem az van, hogy korrigálja, amit korrigálni kell, hanem akkor az ellenkezője. Néha olyan, az is eszembe jut, hogy szinte az egész történelem a hatás ellen hatás törvénye. Meg annak az ember mindig a túlsó oldalra esik. Soha se találja meg azt, hogy ami jó, azt tartsuk meg, ami rossz, azt korrigáljuk. Ezt az utat nagyon nehezen találja meg. És aztán a nagy téveszme, hogy ezt majd visszahozzuk a vallásos társadalmakkal. Majd lesz itt erkölcs megrend. Az embereket nem lehet így, hogy külső törvényekkel kényszerítjük meg, ideológiákkal agymossuk. Így nem működik a dolog. De pedig most látjuk, hogy ez megy a világon. Hát ugye Amerikában is valami félelmetes, és most kezd ebbe az irányba menni, hogy majd mi
behozzuk a rendet, meg az erkölcsöt. Ugye mindenki gondoljon az előző rendszerre, mennyit emlegették a kommunista erkölcsöt. És próbálták az emberek fejébe verni a kommunista erkölcsöt. Megkérdezem, nagy eredménnyel? Hát higgyük el, hogyha a keresztény erkölcsöt próbálják az emberek fejébe verni, meg törvénnyel kötelezni, semmivel nem lesz jobb a helyzet, semmivel. Ahhoz először is példaadó emberek kellenek. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója, a világ világossága, ugye, akik, és nem azt mondta, hogy a tanításotok, nem azt mondta, hogy a törvényeitek, ti, ha megtestesítitek, akkor ez rengeteget számít. Aztán még eszembe jutott, hogy mikor én kezdtem ismerkedni a Bibliával fiatalon, akkor nekem például ez az önzés, meg mások értélés, milyen módon kezdett leesni a tantusz. Például abban az osztályban, ahova én jártam, itt ez az első kerületben volt, és hát ugye ott, hát ilyen, akkor ugye még nagyon-nagyon nagy hírű gimnázium volt, a Szilágyi Erzsébet gimnázium is, és akkor voltak ott ilyen igazi kasztrendszer volt az osztályban. Voltak ugye volt egy-két munkás gyerek, és akkor voltak a jó családból valók, meg akiknek jól öltöztek, meg jó szituált családból jöttek, és szóval én jó tanuló voltam, mondjuk mi gazdagok nem voltunk, de jó tanuló voltam ezért, hogy így mondjam, engem a legfelsőbb klik bevett maga csoportjába. De amikor én kezdtem megérteni ezeket a bibliai tanításokat, én úgy elszégyeltem magam, és azonnal rájöttem, hogy szóval akik itt az osztályban vannak, olyan kis lenézettek, meg olyan kis kiközösítettek, hát ezt a kereszténység nem tűrheti el. És hát direkt elkezdtem velük barátkozni, és mondom, bontani az ilyen falat, és volt, akinek segíteni tudtam tanulásban, vagy valamiben, és én még mai napig is annyira élénken emlékszem, vagy még mai osztálytalálkozókon is annyira megvan a hatása, hogy ezek olyan végtelenül hálásak voltak, hogy hát most ők is valakik itt ebben az osztályban, és hát nem úgy van, hogy van egy zárt kör, aki őket észre se veszi. És szóval az embernek ilyen nagyon gyakorlatiasan esnek le a tantuszok, vagy emlékszem például az én első tanítóm, aki ugye a Bibliát ismertette velem, egy nagyon egyszerű kis tanítása volt, és egész életemben elkísért és segített. Azt mondta, hogy ha én valakinél látok valami hibát, vagy valami rosszat, és én úgy gondolom, hogy ezt ott nála helyesbíteni kéne, azt mondja, ha én ezt csak úgy megmondom neki, jól oda mondom, megmondom nyersen, azt mondta, akkor ez még csak tiszta önzés. Mert az én igazságérzetem miatt csinálom. Mert úgy érzem, hogy megfulladok, ha nem mondom meg. De azt mondja, ha nem én középpontúan gondolkodom, akkor elkezdem megfontolni. Mikor tudom megmondani, és milyen módon gondolkodom rajta, megkeresem az alkalmas időt, megfontolom, hogy hogyan, hogy az tényleg ő érte legyen, hogy ő lehetőleg megértse, és lehetőleg segítsen is neki. És nem pedig úgy, hogy engem már ez feszít, ezt nekem meg kell mondani. Mert az én igazságérzetem ezt diktálja. Ugye milyen mindennapi, hétköznapi dolog? És mennyivel más az, amikor az ember a másikra tekint, és tényleg segíteni szeretne neki, és félreteszi azt a nagy ágaskodó egót, és úgy próbál viszonyulni a másikhoz. Tessék! Szeretném még hozzátennem, ehhez tartozik még testvérként a hála, hogy hálásak vagyunk mi azért, hogy van cipőnk. Vagy hálásak vagyunk azért, mert jött a busz. Igen. Vagy hálásak lehetünk azért, mert a szomszéd nem elgáncsolt, hanem rám mosolygott. Igen. Hát ez is benne van, hogy a mindent értékelünk, ami jó. Van egy gyönyörű szakasz a Bibliában, a Korintusi első levél 13. fejezetében, úgy hívják, hogy a szeretet hímosza. És ugye sorolja a szeretet micsoda és mi nem.
És abban például ez is benne van, a szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Én például ezzel nagyon elgondolkoztam, és azt mondtam, hogy hát ez hogy a mi erkölcsi rendünkben hogy van. Például, hát nem kézenfekvő az, hogy örül az igazságnak, egy kicsit jó érzésű ember. De amikor valakit kipletykálnak, és a szájukkal darabokra szednek, akkor úgy viselkednek az emberek, mint aki örül az igazságnak. Nem, mintha örülne a hamisságnak. Akkor ugye így szedik darabokra. És másrészt pedig, hogy az ember gondol arra, hogy ami jó, azt el kell ismerni, vagy azért hálásnak kell lenni, amit te mondtál. Ugye, hogy örül az igazságnak, és nem örül a hamisságnak. Tehát nem elegyedik bele abba, hogy kipellengérezzük, kiszerkesztjük az embereknek a hibáit. És viszont örömmel ismer el minden jót, és ki is fejezi. Ezek kis dolgok, de nagyon lényegesek az életben. Én például az anyukámra olyan hálásan gondolok, hogy hát mi is olyanok voltunk hárman gyerekek otthon, mint más kamasz gyerekek, mondtuk a tanárokra, meg hol erre, hol arra, mondjuk az nálunk azért nem ment, ahogy ugye megy a hülyézés, ugye nyugodtan a családi asztalnál, azt nálunk azért nem lehetett, de azért hát ugye mi is erre-arra. És az anyukánknak volt egy mondása, és ezt mi már előre tudtuk, hogy egyszer csak fel fog hangzani. Azért nézzétek meg, hogy sok jó is van benne. Ezt mindig hozzátette. Tessék másik, azért nézd meg, hogy sok jó is van benne. Ne csak mindig azt a negatívumot nézed és piszkáld. És akkor már mi kicsit bosszankodtunk rajta, hogy mindig mondtuk, te még az ördögöt is rózsaszínre fested. Aztán később rájöttünk, hogy mennyire igaza van. Mennyire igaz ez a szemlélet, hogy nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Vagy olyan érdekes például, ugye, hogy Jézus még, amikor ugye beszélte a szeretet nagy erkölcsi törvényéről, ilyen apróságokat is megemlített. Azt mondta, ha ti csak azokat köszöntitek, akik titeket köszöntenek, mit tesztek másoknál többet? Nem? Kis dolog a köszönés. De az ember megy lehorgasztott fejjel, észre se vesz másokat. És ahogy mondtad, egy szíves köszönés, egy rámosolygás is mennyit jelent? Tehát az ember, aki megérti ezt a törvényt, az nem úgy jár kell az emberek között bezárkózva a maga világába, hanem, és nem így gondolkozik, hogy aki engem köszönnek, én is köszönök, a többi nem érdekel. Hanem van benne egy kezdeményező jóság, egy kezdeményező szívesség, egy érdeklődés más emberek iránt. Tehát még ilyen kis dolgokban is megnyilatkozott. Meg azt is mondta Jézus, ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, hát akkor mi a kereszténységnek a töblete, azt mondja. Hát a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Tehát ugye ez is milyen kézenfekvő. Pedig az ember milyen természetesnek tartja, hogy hát akik engem szeretnek, hát én is szeretem, de hát, ugye hát a többi meg olyan, amilyen. Maradjon magának. Nagy leckék ezek, szóval a szeretetet azt tanulni kell, a szereteten gondolkozni kell. Tessék! Érdekes tapasztalatokat szereztem ezzel kapcsolatban üdvözlősön, amikor így megyek, és teljesen ismeretlenekre, akik jönnek rá, köszönök. Hát nagyon érdekesek a reakciók, a lehorgasztott fejtől, a furcsán rám néz, hogy sose láttalak, mint a biztos akarsz tőlem talán valamitig. Meg én ezt most tudatosan elkezdtem, hogy itt lakunk, és itt megyünk el egymás mellett, mintha ott sem menne a másik. És nagyon érdekesek a reakciók. De pozitív is van, remélem. Van, amikor visszaköszönnek, igen, van, amikor. Szóval van minden. És helyen másképp lesz. Igen, meg még egy érdekes dolog van. Ez Magyarországon is így van, és külföldön is tapasztaltam. A természetjárók mindig köszönnek egymásnak. Ugye, valahogy ott a természetben, mintha az embernek előjönne a jobbik énje. Hát itt... A földváról laktam, és hát egyszer a tanár azt mondja, hogy én nem tudja, hogy itt mindenki köszön, mert ő paksi volt. Mindenki köszön egymásnak, és mondtuk, hogy igen. Itt ott mindenki, nem érdekel, sose álltam, de ott mindenki köszön. Egy most már nem. Igen. Na, ezek a kis tessék? Igen. Hát mondjuk a kérdés, hogy a teljesen ismeretlennek mindig bölcse, az tényleg, mert az emberek már gyanakszanak, azt hiszik, hogy az embernek valami baja van.
mondjuk teljesen ismeretlennek nem mindig szerencsés talán. De az, hogy akivel valahogy kapcsolatba kerülök, mert az üzletbe vásárolok, vagy mit tudom én, vagy együtt ülünk a váróteremben, hogy ott én nyitott vagyok, és készséges, hogy emberekkel szóbáljak, vagy köszönjek, az meg már nagyon egészséges. Az nagyon egészséges. És itt most csak egy kis kedves történet jutott eszembe. Egyszer egy közértbe vásároltam, és valamit elfelejtettem, és már ugye ott volt kipakolva a kosár, ütötte be a pénztáros nő, és akkor jaj, mondom, valamit elfelejtettem. Azt mondja, menjen csak nyugodtan el, érte, hozza. És azt mondja, addig én majd ezt kirakodom. És én elámulva látom, hogy kiszáll a pénztáros fülkéből, veszi az én kosaramat, és kiviszi oda a rakodó pultra, hogy közben menjen a sor, miközben én még ezt az egy hiányzó dolgot hozom. Amikor visszajövök, mondom neki, hát igazán meghatva látom, hát én ilyen udvariassághoz, az ember nincs hozzászokva, hogy kiszáll, és akkor azt mondja, nyugodtan menjek vissza, ő nem tartja föl a sor, de azt meg oda szépen kiteszi. Azt mondja, hát kérem, engem még úgy neveltek, hogy az embereket szeretni kell, nem pedig utálni. Ilyen kerekperec mondtam, mert ugye már nagyon sok embert azt a nevelést kapja otthon, hogy hát az embereket legnagyobb utálni kell, egy-két kivétel lehet, de különben hát mindenki ilyen-olyan. Na szóval rengeteg hihetetlen nagy széles alkalmazási területe van, és azt hiszem, mi úgy érezzük, hogy már is egy kis jobb érzés költözik a szívünkbe, ha ezekre a tanításokra gondolunk, ugye? És tessék? Ehhez hadd fűzek hozzá, hogy mire kell nevelni. A lányomon a csoportjában jár egy nagyon bűvályos kislány, akinek az édesapja értelmiségi orvos. Azzal viszi be, többször azzal vitte be a kislányt, hogy remélem, ma jól felbosszantod az Ágit. Így vitte be a kislányt. És akkor hát a lányom az mondta, hogy hát nagyon remélem, hogy nem fogsz ma felbosszantani, és aztán leszokott róla a buka. De egy tanult ember így indítja el a 3 éves gyerekét, hogy bosszantsa föl az óvónéni, hát ez a többenet. De sajnálatra méltók, higgyük el, hogy ezek az emberek sajnálatra méltók, mert most már itt láncba megy ez, hogy nem lát jó nevelési mintát, teletömik a fejét azzal, hogy önmegvalósítás, és magadat nézd, és védd meg magadat, és az érdekeiddel keményen, két könyökkel adj elő. Tehát szóval ez a helyzet. És ez aztán így csapódik le. 3 évesen, hát arra kéne mondani, hogy jaj, hát képzeld, milyen jó lesz ma, lesz mese, vagy pipla, akár miének, akár nem. Hát nem az, hogy bosszant csak az okon. Igen. Nem az kéne, hogy legyen a program. Igen. És sokszor higgyük el, amilyen elvadult embereken is lehet segíteni. Ezt, remélem most ezt a történetet nem mondtam már el itt, mert mondom, még nem szenilitás, remélem, de ezt már nem tudom igazán észbe tartani, hogy hol mond el valamit az ember, vagy se, mert vannak ilyen, tényleg ilyen nagyon jó szemléltető történetek. Egy nem látó fiútól hallottam a következőt, hogy egy másfajta magatartás, mint amikor valaki tényleg a szeretet szerint, és azt nézve másiknak, hogy segítsen, mennyit tudhatni. Ez a fiú 11 éves korában vakult meg, úgyhogy estétől reggelig elvesztette a látását, és azt mondta, hogy iszonyatos nehezen dolgozta föl, borzalmas nehezen dolgozta föl. Azt mondta, még 20 éves korában is többször kísértette az öngyilkosság gondolata emiatt, és hát azt mondja, ez úgy csapódott le, hogy egy ilyen világ rossz a gyerek lett belőle, kibírhatatlan az iskolában emiatt az ő belső gyötrelme, nyomorúsága miatt, és azt mondja, hát a tanároknak a réme volt középiskolában, mert ő mindig felfordította az egész osztályt, és azt mondja, egyszer az egyik órán megint hát produkálta magát a felső fokon, és hát rászólt a tanár, hogy légy szíves, otthon rendetlenkedjél. Ő viszont visszaválaszolt, nekem az iskola második otthonom, tehát én itt rendetlenkedhetem. Erre a tanár egy kicsit
pillanatra elcsendesedett, és akkor visszakérdezett, azt mondja, na hát szóval, ha most neked az iskola a második otthonod, akkor én most ki vagyok neked, körülbelül mondjuk az apád. A gyerek úgy elbizonytalanodva, azt mondja, hát körülbelül. És akkor a tanár a legcsendesebb, legszelidebb hangon azt mondja, nos, ha én vagyok itt, a te második otthonodban az apád, akkor nagyon szépen megkérlek, hogy ne rendetlenkedjél. És azt mondta nekem ez a fiú, hogy ő rá ez az adott pillanatban ez a hang is, ahogyan ez a tanár ezt eltalálta, olyan hatással volt, azt mondta, ezt az én mániákus lázadásomat, mindent felforgató magatartásomat, mintha elvágták volna. Azt mondta, ez a másfajta magatartás, mint ami meglepetésként értem, mert teljesen másra számított, ez így kimozdította. És próbáljuk mi is a gyakorlati életben ezt, hogy ha mi egész másképp reagálunk, mint ahogy egy önző ember reagálna, ez lehet, hogy kimozdít egy másik embert a helyéből. Úgyhogy nem akarom vég nélkül húzni az időt, mindjárt befejezünk, még egyet mesélek el, hogy ezt szintén egy ismerősömtől hallottam, egy nagyon csúnya bicikli baleset érte a fiával, mentek biciklivel, és a gyerek elesett, és valami rettenetes, nagyon csúnya valami érte a gyereket, úgyhogy hogy egy egész komplikált hát szájsebészeti műtétek, meg minden kellett, és hát ott a gyerek sebészeten valami iszonyú tömeg volt, rengeteget kellett várni, és az orvos rettenetesen nyers volt, és kemény volt szülőkhöz és gyerekekhez, és azt mondja, hogy hát a gyerekkel mennek be egy alkalommal szintén, és hát a gyerek megszólal, és ebben a feszült, ideges légkörben, ami uralkodott, és mondja az orvosnak, hogy ő szeretne valamit mondani. Az orvos megkökenve ránéz, és olyan jelesen azt mondja, na, mit akarsz mondani, mondjad? És erre a kisgyerek azt mondja az orvosnak, köszönöm, hogy meggyógyítottál engem. Az orvos abban a pillanatban elolvadt, és hát aztán a kisfiú adott neki egy később hozott neki legközelebb egy fényképet, és arra is ráírta, hogy köszönöm, hogy meggyógyítottál. És ez a nyers goromba orvos azt mondta, ezt én a szívem fölött fogom hordani a köpenyemben ezt a fényképet. Értjük? Tehát mikor valaki másképp viselkedik, mint ahogy az önző emberek megszokták, egész más törvény szerint sokszor nagyon szép és nagyon pozitív eredményeket lehet elérni. Hát akkor a viszontlátásra legközelebb, jó?